50 éves jubileumát ünnepli. 50 éve adták át ezt az intézményt, pontosan 1969. március 1-én, és a 69. március 2-ai újságban fedeztük fel ezt a napot. A fél évszázados évfordulót bizony kellő alapossággal készítették elő az óvoda dolgozói, a munkálatok hónapokkal ezelőtt elkezdődtek. A német nemzetiségi nagycsoportunk egy műsorral készült, német nemzetiségi táncot fognak előadni. Úgy gondoltuk, hogy ez is az óvoda profiljába illeszkedik, hisz ebben az épületben négy csoportunk német nemzetiségi kétnyelvű nevelésben részesül. Felkértük az intézmény első, illetve második vezetőjét. Lencsés Magdi néni a körülményeire való tekintettel nem tud részt venni ezen a rendezvényünkön, viszont Pernyész Józsefné Évike, aki az intézmény történelmében a második vezető volt, ő jelen van. Nagyon várjuk, hogy majd milyen emlékeket fog felidézni nekünk. Március 1-től ebben az óvodában kezdtem el az óvonői hivatásom gyakorlását, mint fiatal kezdő óvodapedagógus. Rengeteg szép, felejthetetlen emlékem van erről az óvodáról. Ez az óvoda, ez mindig valami más tevékenységet is végzett a mindennapi, sokszínű, színvonalas munka mellett, méghozzá olyan sokrétű tevékenységeket, mint a megyei városi továbbképzések, gyakorlati bemutatók, az óvonői szakközépiskolás hallgatók gyakorlati képzésének gyakorló helye volt. Ezen kívül minden innovatív tevékenységre fogékony volt, és igényesek voltak, szakmailag jól felkészültek voltak az itt dolgozó óvodapedagógusok. Bár az óvoda épületét fél évszázada adták át, az ott folyó munka nagyon is 21. századi, sőt a közelmúltban több jelentős fejlesztés is lezajlott a falak között. 2009-től vagyok én az intézmény vezetője. Ha szakmai szempontból nézzük, akkor a közoktatási törvény felváltotta 2011-es köznevelési törvény. Ehhez kellett minden köznevelési intézménynek igazodni, köztük az óvodáknak is. Ez azért egy jelentős szakmai munkát igényelt minden intézménytől, tőlünk is. Megfelelni a központi elvárásoknak, az új követelményeknek, hogy 2015 nyarán a bővített és az új épületrész átadásra került, amit azóta is élvezünk. Óriási csoportszobával, egy tornaszobával, ami előtte nem volt ebben az intézményben. Elmondhatjuk, hogy nekünk külön orvosi szobánk is van, és egy beteg elkülönítő. Nagyon fontos volt az intézmény profilja miatt, a fejlesztőrendszerünk megvalósítása miatt, hogy tornaszobával is rendelkezünk, és az orvosi szoba is olyan szempontból jelent nekünk előnyt, hogy a fejlesztésünk a gyógytestnevelés részéhez szükségünk van ortopédiai szűrővizsgálatra, így helyben az ortopédus szakorvos ezt is el tudja látni az intézményben. Bár az idők és az elvárások változnak, a fél évszázados ünnepség mégis megmutatta, hogy bizony van, ami örök.